Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves művészök, művészetről írók, értők, segítők, aki eljött erre a napra, azt mind szeretettel üdvözlöm. Én tulajdonképpen a szimbólumokról, meg a jelekről tudnék beszélni három napig, aki engem ismer, ezt tudja, úgyhogy nem veszök levegőt, de most le van szűkítve ez az egész kaland 25 perce, úgyhogy visszafogom magam. Nagyon sokszor megyünk külföldre, Magyarországra, tehát határon túlra, kicsi falvakba, városokba, nehéz sorsú emberek közé, és valami mindig nagyon egyforma, mindegy, hogy Kárpátalján vagyok, vagy Erdélyben, vagy Délvidékön, bárhol, a házak röndösek, a porták takarosak, és mindenütt tombolnak a virágok. Innen ismerszik meg, hogy melyikben lakik egy magyar ember, esetleg melyikben lakik az ukrán, vagy a ruszin, vagy éppenséggel a szerb. Tehát a magyarnak a portája az röndözött, a háza szép, és a virág tombol. Ugye, mert az a kérdés, hogy miért vagyunk mi annyira virágosak, és olyan virágszeretők? Tulajdonképpen én haragszom arra a mondatra, amikor azt mondják, hogy az ausztrálok, meg bizonyos ilyen afrikai népek, természeti népek. Hát akkor mi vagyunk? Hát mi is természeti népek vagyunk, csak fejlődünk, okosodunk, értelmesek vagyunk, intelligensek vagyunk, olvasottak. Na most ez mindenkire vonatkozik, aki itt van a teremben. Tehát mi intelligensek vagyunk, olvasottak, vigyázunk a vizeinkre, vigyázunk a hegyeinkre, a növényeinkre. Gondoljanak bele, hogyha el akarnak menni valahova pihenni, akkor nem így lehet, hogy gyárudvarra megyünk el, hanem mondjuk elmegyünk ligetbe, mezőre, erdőre, sétálunk, és ott látjuk azt a rengeteg kéket és zöldet. Mert mi a kék és a zöld? A hatalom. A hatalom színe kék és zöld, az ég színe, a víz színe, a szél színe, a gyémánt színe az kék, és az a mindig mozgó falevél az zöld. Tudta ezt már Mátyás király is. Én tulajdonképpen ilyen reneszánsz rajongó vagyok, és abba a korba is élök. De ezt már tudta Mátyás király is, hogy a kék és a zöld mennyire fontos. Egy nap biztos, hogy fölöltözött legalább kétszer olyan ruhába, ami főleg zöld volt. És emlékezzenek vissza a Rákosi érába, ja, mondjuk már én étem, de nem baj. Szóval a Rákosi érába ezt a két színt együtt, hogy kék és a zöld, nem nagyon tolerálták, sőt azt mondták, hogy milyen ízléstelen, stb. Hogyné? Mert valaki ott is tudhatta, hogy ez bizony a hatalom színe. Tehát ez előre visz, fölvisz, és előre viszi az embereket. Tehát kék és a zöld. És tulajdonképpen innen kezdődik az a téma, amiről én szeretnék beszélni, mert van egy kert, ahol soha az életben nem jártunk, ahova a lábunkat nem tettük be, és mindannyiunknak, mindegy, hogy itt lakik, vagy Mongólia alsón, vagy Kamcsatka fősön, akkor is van egy emlékképe erről a kertről. Ez az Éden kertje. Héberül a Gan Éden, mert ugye még az Ószövetség az közös. Az Éden kertje, az ártatlanság kertje, egy idillikus hely az igazak számára. Az Éden kertjében volt két rész, a lenti kert és a fönti kert. A lenti földi és a fenti mennyei kert. Az alsóba lakott az Ádám és az Éva. Innen űzettek ki. És azóta ezt a részt lángparlossal őrzi egy kerub. És mi az embernek a feladata ezen a földön? Az, hogy azt az elveszett paradicsomot visszaszerezze. Ezért ragyog a szemünk, ezért örülünk minden tudásnak, minden lehetőségnek, hogy visszaszerezzük magunknak az Éden kertjét. És ott van a fönt az Éden kertje, tele virágokkal, halhatatlansággal. Hát tulajdonképpen, amikor eltemetjük a halottakat, de ez már középkorra is igaz, akkor mindig vittünk föléjük virágot, hogy oda jussanak az Éden kertjébe, oda fölülre, a halhatatlanok közé. Kialakult az a szavunk is, hogy sírkert. És bizony visszük a virágokat, mert ezek nagyon fontosak.
Ebbe az Édenkertbe eredt négy folyó. Na most ugye a bibliai négy folyó az a Geon, Pizon, Tigris és az Eufrát, ezt nem erre gondolok. Négy sokkal közelebb áll a lelkünkhöz. Egy folyó, ami mindig forrás, tiszta forrásvizet adott. Egy, amelyik soha meg nem romló tejet adott. Egy, amelyik meg nem részegítő bort adott. És egy, amelyik édes mézet adott. Mindannyiunknak van most mindene, már csak örülni kéne tudnunk. Azt viszont muszáj. Tehát halhatatlannak lenni vágy, virágok között lenni. Mennyire szeretnénk ugye oda jutni. És akkor menjünk tovább. A lenti kertben, tehát volt három fa. Egy a tudásfája, Arbor Philosophica, egy az életfája, az Arbor Vitae, és az eget földet összekötő világtengely, az Imago Mundi. Három ág. Most nem összvetítés, de tessenek mindenki elgondolni maga előtt egy képet. Tele vagyunk képekkel, így agyilag, hogy mennyire fontosak ezek a három ágak, a három fa, amely ugye a földből nő ki, és az Imago Mundi összeköt bennünket a mennyel, az éggel. Erre utal például a hét szabad művészetnek ugye a hét része, egy a nyelv, ugye, ahogy beszélünk, egy a retorika, ahogy mondjuk, egy a logika, az agyunk, egy a csillagászat, tehát az ég, a menny, az Isten, a fönti rész, számtan mértan zene. Most erről a számtan rú egy pár perc múlva azért beszélök. Tehát a mi kertünk ugyanolyan, mint ez a mennyei kert. Itt mi ültetjük a virágokat, mi ültetjük a magvakat, nekünk nőnek, és nőnek ugyanúgy, mint mi emberek. Tehát születünk, növünk, öregszünk, elmegyünk. A virág, növény, az nő, elvetem, nő, kivirul, kivirágzik, nekem virágzik, és utána elhal és elmegy. Igen, de nagyon sok növényünk kömög marad, és jön jövőre, és ez tulajdonképpen Krisztus feltámadásának szimbóluma, az örök visszatérés, az örök élet. A kert menedék, nyugalom, nincs benne se betegség, se halál. A kertet körbeveszi mondjuk egy kerítés, akár egy fal, azon van egy kapu. A kaput vagy bezárom, és nem engedek rajta be senkit hozzám, vagy pedig kinyitom és beengedem, mert a kertben én vagyok a világ közepe. És ott nőnek nekem a virágok, és tele vannak gyönyörű fákkal. És a kertünk tavasszal, nyáron, ősszel mindig mutatja, hogy milyen az idő, mire vágyunk, milyen évszak fog következni. Ugyanis a kert egy veszélytelen hely, a körülkerített kert, ami hitünk veszélytelen kertje, amire vigyázni kell. A kertet ugyanúgy, mint a hitet ápolni, ahogy a hitet, úgy a kertet ápolni kell. Nagyon fontos dolog ez. Most ezeken a fákon, amiről az elébb beszéltem, ott ülnek a madarak. A madarak hoznak jó hírt föntről. A madarak a lélek felemelkedésének szimbóluma Istenhez. A ragyogó tettek felé vezető utakat mutatják meg a madarak. A madár a tudás szimbóluma, mert olyan magasságba szállhat föl, ahova a gondolatunk, ahova mi nem jutunk soha. És ugye szárnyalnak, lebegnek a világ fölött. És a madarak az életfa ágain jelképezik az életet és a halált. Itt nagyon sok pazar előadó vetített, és mindig megjelentek ugye az életfa ágai, úgy, ahogy én mondtam, tehát tudásfája, életfája, imágom mondta, és rajta voltak a madarak. És ezek a madarak, ahogy mondtam, hoznak jó hírt. Gondoljanak, mennyi madarat ismerünk, például a sas, a madarak királya, nyitott szömmel száll a nap felé. Ha a karmai közt kígyót tart, az Krisztusnak nem a feltámadása, hanem legyőzés, a gonosz legyőzése. Tehát Krisztus legyőzi a gonoszt. Ismerünk sok madarat, bagoly. Galamb. Galamb például ugye nekünk a szent lelket jelképezi, de a zsidóság is sajátjának tartja, ugyanis ahogy hű Izrael az örökkévalóhoz, úgy hű madár a galamb.
Nagyon fontos például a turul. A turul a megmaradás szimbóluma. Hányszor hallunk valami ellenközést egy turul szobor ellen? Van ennek a turulmadárnak egy ereje? Tehát a turul a megmaradás szimbóluma. A főnix. Ugye arról azt tudjuk, hogy halhatatlan. És miért halhatatlan a főnix? Hát egyszerű, Éva nem adott neki az almából. Halhatatlan. Ez a főnix. Tehát a madár a szabadság és a szabadulás jele. Itt már megjelenik a három, a hármas szám, ugye a fával, rajta a madarakkal. A számok nagyon fontosak, ahogy az elég mondtam, a hét szabad művészetben. Azt tudjuk, hogy egy az Isten. Egy fejfa áll a sírokon is, ugye, de hát a sírok és a szomorú koposó, tehát maga, ami a másik világba vezet át bennünket, ahhoz is kötődik egy virágjelkép, az a koszorú, de itt azt kell elmondom, hogy azokon a fejfákon például megjelennek a református síroknál a szomorú fűzfák. És milyen fantasztikus növény ez a szomorú fűz, hogy elrejtötte Jézust, ezt tudjuk. Tehát sok mindent tudunk mi a szomorú fűzről, de azt tudják önök, hogy a szomorú fűznek van még egy fantasztikus jó tudása és jelentése. A zsidók is nagyon tudják, például ők négy ágat fonnak össze ilyenkor az ő nagy ünnepeik ideje alatt, amik között egy a szomorú fűz, egy ugye a mirtusz, egy az esztrók, tehát valamiféle fajtájú gyümölcs, és egy pedig a pálmág, és ez mind a négy ág hajlik. És mi emberek így vagyunk teremtve, hogy meghajlik a gerincünk az Isten előtt. Tehát ez a szomorú fűz ezt jelképezi, meghajlunk az isteni parancs előtt. Kettő a duál rendszernek ugye az alapja, a kettes. Ezt legeklatánsabban a szövők tudják, hiszen kettő ad össze egy egészet. És azokon az életfa motivumokon, amit ugye legelőször láttunk, és amit a Jankovics Marcell mutatott, ott voltak ugye ezek a kelyhek, és azok ehhez az kettes duál rendszerhöz járulnak hozzá. Mert mindennek van jobb és bal oldala, és fönt és lent, és fekete-fehér, és ahogy sző a szövő, ahogy átküldi egyik oldalról a vetélőt a másikra, egyszer ilyen oldal jön, egyszer amolyan. Tehát kialakul egy minta, de úgy, hogy azt én irányítom, én kaptam az ötletet odaföntről, és így alakítom ki ebből a egyet jobbra, egyet balra, egyet hön, egyet lén, egy fehér, egy fekete. Kialakul a kettes. A kettesről lehetne szint úgy, mint mindörű három napig beszélni. Kettes például a katolikus imákban az ellentét párként megjelenik. Most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet. A te erőd nem törik meg. Tehát nagyon sok minden járul a ketteshöz. És akkor jön a hármas, mert amúgy lehetne beszélni ötösről is, öt erény van, ugye a jóság, hűség, önfegyelem, bölcsesség, bizalom. Nagyon sok minden tartozik az ötöshöz. Van ugye a hatos, hat nap alatt teremtette a világot, az Isten hetedik nap pihent. A hetesnél a legfontosabb az én számomra, hogy a mi atyánknak hét kívánsága van. De amikor megjelenik az életfán például egy csodálatos gyümölcs, a gránátalma, akkor beszélhetünk 613-ról is, és azt is tudni kell, hogy amikor az Isten Mózesnek odaadta a kőtáblát, ami nekünk keresztényöknek 3-7 arányban van, 3 az Istennel való kapcsolatra, 3 mutat, ugye? És 7 az ember-emberrel való kapcsolatára, azt le volt írva, az összes parancsolat le volt írva, 613 jel volt. Milyen érdekes rajta. És a zsidóknak például 613 rendelkezésük van, többnyire tiltó, kevesebb az engedő. 613. Visszatérünk a hármashoz. A hármas az isteni szám, a tökéletesség, a teljesség és az isteni rend. A kereszténység teológiai központjában a Szent Háromság tana áll. Atya, Fiú, Szentlélek, a teljes Szent Háromság. Az egy Isten elfogadása. 3 az isteni erény, hit, remény, szeretet. 3 erkölcsi parancs van, jót tenni,
gondolatban, szóban, cselekedetben. Három a világ felosztása, test, lélek, szellem. Három jó van, bölcsesség, szeretet, együttérzés. Ugye, hogy ezt mindannyian tudjuk? Tehát amiről én most itt beszélök önöknek, azt mindenki tudja, most csak fölébresztök valamit, hogy miért kerültek hármas osztatok, vagy egyáltalán miért kerültek hármas, négyes, vagy bárhányas, ötös osztat, akár egy kerámiára, akár egy textilre, akár egy bútorra. Három az idő. Múlt, jelen, jövő. Három a szent család száma. Jézus Krisztus, Szűz Mária és Szent József. Mária áldott állapotban három hónapot töltött Szent Erzsébetnél, aki ugye Szent Jánost hordozta méhébe. A kisded Jézust három pásztor látogatta, három király három ajándékot hozott. A csillag, amit követtek, az a három királyok csillagaként került be a köztudatba. A Golgotán három keresztfa állt, három órán át volt sötét, Krisztus megfeszítése után három asszony síratta, harmadnapon föltámada. Ugye, hogy minden tudunk? Feltámadás után háromszor jelent meg tanítványainak, János jelenéseiben a hétpecsétes könyvet senki nem tudja felnyitni, sem mennyben, sem földön, sem föld alatt. A katolikus egyház feje hármas süveget hord. A nagy hét kiemelkedő időszaka a három szent nap, a Triduum Sacrum, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat. És három nagy ünnepköre van a keresztény embernek, karácsony, húsvét, pünkösd. Na és, három a magyar igazság. A jegyesöket háromszor hirdették ki, a lakodalom három napig tartott, a hálottakat három napig virasztották keresztényüknél. A népmességben három nap egy esztendő, a királynak három fia van, a próbatételek száma három, a király kisasszony kegyeiért három nap, három próbatétel, három találós kérdés van, háromszor kell átbuskázni, síba fújni, háromszor inni a forrás vizéről. Hol van ez a forrás? Ezekre a hármasokra emlékeznek a hármas osztatú tárgyak, mert a nép alkotó fia az ügyes. Az tudta, hogy mi a hagyomány. A hagyomány a jelképek, a szimbólumok tisztelete. És ezért van az, hogy ugye beröndözködött, csinálta magának a házat, ház öltözetet csinálta, textilöket, csinálta a bútorokat, és megülte az ünnepöket. De ahhoz, hogy mindig képbe legyen, ott voltak neki a tárgyak. Én most itt hirtelen elnézök erre az ablakra. 8-as osztata van az ablaknak. Milyen fontos ez a szám? Főleg egy reformátusnak. A reformátusoknak az egyik legfontosabb jelképük a 8-as szám, hiszen a keresztelő merence is 8-as. És miért? És 8-ágú csillag van a református templomokon? Mert a keresztelő medencében való megkeresztelkedéskor kapja az újszülött a megpecsételő jegyet Krisztushoz. 8-as, ott a 8 ág. És amikor rágondolunk, hogy bemegyünk egy kazettás mennyezetű református templomba, elgyönyörködünk, hogy milyen nagyon szépek ott a virágok, meg nagyon szépek a virágok, meg gránátalma van, meg tulipán. Tulipánról azért majd még beszélek, mert az nem az én kedvenc virágom. De lényeg az, hogy mi van ott, mit kell ott nézni? A 4-es osztatot és a 8-as osztatot. Tehát először is 4 fele van osztva a kazetta, és még 4 fele. Tehát megjelenik a 8-as szám, hogy amikor fölnéz az mennybe, fölnéz a plafonra, ott is megjelenik a református embernek, vagy aki oda megy a templomba, a 8-as. Ez a hihetetlen fontos szám. Minden vidék sajátos formavilágot alakított ki és ápolt. Máig élő felismerhető stílus jegyeket alkottak, ugye? Ezek a tájegységek. Mindannyian ismerjük ezt a szót, a tájegység. Bárhova megyünk, vagy bármilyen képet látunk, tudjuk, hogy ez erdélyi, ez fölvidéki, ez vásárhelyi, az mezőtúri, mindent tudunk. Tehát a tájegységbe olyan erősen dolgoztak a régi alkotók, hogy a mai napig nekünk az értékrendünket megadják. És nem volt zsűri. Nem segítette őket semmiféle néprajzos, de szájhagyomány az volt. Tehát a szájhagyomány, a szóbeszéd, az eljutott mindenhova. És az emberek tudták, hogy kik azok, akiktől lehet venni egy jó bútort, kik azok, akik meg fogják nekik csinálni a cserepeket, mert ugye
az nagy szégyenlőtt volna, hogyha a textiliát is más a szövetégy asszony, vagy más ímözi, amikor egy lány született, arról tudnék beszélni tényleg egy öt napig, hogy Erdélyben milyen fantasztikus volt, ha egy lány született, és akkor hogy kellett a kelengyét készíteni. Hát az valami csoda, hogy még a leendő férjnek a haláli ruháját is meg kellett csinálni. Halott a suháját. Tehát ezek valami olyan fantasztikus dolgok, ami a magyar népművészetünkben van, ha csak rá gondolok, akkor már így melegön van, kipirulok, és el vagyok ájúva. Szóbeszéd és szájhagyomány. Tehát tudták, hogy kinékölvönni valami szépet, ami hármas osztatban van, amikor rá gondolunk a hármasságra, ami négyes osztatban van. Vagy például koszorút kérünk egy tálon. Milyen a koszorú? Koszorú győzelmi jelvény. A koszorút tartja az angyal, két angyal, Szűz Mária feje fölé, győzelmi jelvényként a mennybe. Mert a világ egy gyönyörűség, mióta a világ? A világ meg még három nap. Megjelenik ugye Mária képpel, ugye, mert körülveszük magunkat, a hitünket, körülveszük képekkel. Nem tett még le az idő, mert akkor még nem. Körülveszük magunkat képekkel. Katolikusok mással, mint reformátusok, vagy éppenséggel a zsidók. Mindenki a saját hitének a szimbólumait rakja maga köré. Szentelt víz tartott házi oltárt, Isten báránya az egyház oszlopán, Szent Család, és ez mind hármasból. Mert ugye a háromszög, az kiviszi a gondot az agyunkból. Tehát nem csak az intelligencia szimbóluma, hanem ha rágondolunk a hármasra, elmúlik minden gond és baj. Tessenek átmenni ezen az új megyeri hídon, mindenki úgy utálta velem együtt, hogy minek kell nekünk ez az új híd, nem kell, nem jó. És közben ott vannak rajta ezek a háromszög alakú pilonok. És mire átélünk a túloldalra, semmi gond, semmi baj nincs senkibe, mert egyszerűen kihúzza ez a háromszög, és elgondolkodtat, kihúzza a gondot, bajt. A hármas tehát a legismertebb, leginkább használt szám. És mi az, amit mi még annyira szeretünk? A virágok. És mivel veszük körbe magunkat? Ahogy az elébb említettem, a virágokkal. Tehát hármas osztatba, virágokkal. Mert ugye a koszorú az virágokból rendeződik össze, olyan, mint a nap. Nincs eleje, nincs vége. Tehát ha koszorúval küldök valakinek egy tálat, az én kívánságomnak ne legyen eleje, ne legyen vége. És ez egy fantasztikus jó dolog. Amikor elmegyünk a másik világba, ugye ott a koszorú, annak a másik világnak és e világnak a folytatásaként ott a koszorú. És régen például egy fiúgyermek születésekor kék búzavirágból kötöttek koszorút, és azt tették az ajtóra, ha kisleány született, rózsaszín virágokból volt a koszorú, és addig nem kellett meglátogatni az új anyát, csak bizonyos embereknek, ameddig a koszorú, mint jel, fönn volt az ajtón. És ugye rátérnék a virágokra, hogy a mezőtúri fazekasok, nagyon sokáig voltam a mezőtúri fazekasház egyik tervezője, de itt ül közöttünk Szabó Kinga, aki maga a csoda, és akitől én is rengeteget tanultam, és ő is maga a kerámia művészet. Tulajdonképpen azt el kell, hogy mondjam, mi mind a ketten így születtünk. Amikor tőlem megkérdezték gyerekkoromban, hogy mi szeretnék lenni, nagyon meg voltam botránkozva, hogy mi szeretnék lenni, nagy kerámikus vagyok. Aztán később rájöttek, hogy tényleg nem kell kérdezni. Tehát a mezőtúri fazekasok, tessék elképzelni, aki fazekas, az tudja, hogy ez egy hihetetlen dolog, több mint 50 virágot rajzoltak, írtak, festettek. 50-et! És akkor nem biztos, hogy én mindet összeszámoltam. Ismert a matyók virág szeretete. Ugye rajtam van egy ilyen matyó csoda, ez több mint 100 éves, csak éppenséggel egy divattervező belefoglalta egy feketébe, mert nekem csak a fekete szín a fekete. Engem ember nem igen lát más színbe, mert egy kicsit ilyen zizi vagyok, és semmi nem higgaszt, csak a fekete szín. Tehát akkor tud mellettem másra is figyelni valaki, hogyha én feketébe vagyok. Mert a színt, azt a régi ember is tudta, hogy mikor vesz fő fehéret. Mert ugye az nem a szűzieség és tisztaság jelképe egyáltalán, sokkal több. Fényes vagyok, ragyogó. Úgy tessék rám nézni, fényes vagyok, ragyogó. Ugye a sárga a tartós öröm? Zöldet azt szereti, akinek fontos az egészség. A matyók szerettek mindent. Rettentem. Öltözetük díszös volt, a fejükön a tutyi egy virággá alakított át őket, ugye?
Hát ez valami hihetetlen csoda volt. A matyó nép az ismerte a tiszafüredi fazekasságot, meg a tálait, az nagy vevőjük volt, és minden virágjukat ismertek. Tehát a tiszafürediéknek ugye fantasztikus volt a madaruk, meg a virág, matyók mindent ismertek, messzeföldre elmentek értük, de aztán volt annyi eszük a tiszafüredi fazekasoknak, hogy odavitték kocsival, azt ott lehetett megvenni. Ismert a sváb hartaui virágozás. Ez egy csoda. Nem tudom, van olyan valaki, aki ilyet nem látott, még haladéktalanul tessék utána nézni. Egy gyönyörűséges, kék alapon tombolnak a virágok. Milyen virág? A Biblia szerint a legfontosabb növény tombol rajta. Portuláska. Portuláka grandiflora, vagy Vera unica, latin nevén, tehát portuláska, porcsinyrózsa, vagy Veronika Kecskemétől, mert többen vagyunk itt Kecskemétől, mert Kecskemét az egy csuda hely. Én ugyan Tahitótfarkban lakom, és Szentendrén dolgozom, de Kecskeméten születtem, valószínűleg ezt lehet hallani az ő betűimről. Tehát a porcsinyrózsa az az a növény, azért azt tessék tudni, hogy minden növény úgy van teremtve, hogy valami jót tögyön nekünk ezen a földön, hogy az maga az antibiotikum. Aki abú egy nap kettő levelet mögösszik, azt a kis picit keserű savanyú hónap is, annak soha nem kell antibiotikumot szedni. Tehát bajaiak hatalmas, elmosódott virágait, hogy ismerjük? Itt volt egy kis török beütés, ugye, mint tudjuk. Felismerhetők a Tisza késkei Kovács család szőlői. Ismertek a kalocsaiak virágcsokrai, de már ők túlmentek a határokon. A szomorú pamukos virágvilágnak a visszafogottságnak vége. Engedtessék meg, hogy ezt né ragozzam tovább. A hagyomány él a magyarok virágos kertjébe. Nagyon rövid vagyok már. Virág mennyi virág? Koszorúba kötve. És milyen virágokat ismerünk? Rózsa. Vagy hát ez a nagy szerelem, meg a édesanyám rózsafája, én voltam a legszebb ága, bár soha se lettem volna szebb a virág, vagy a bimbó, mint a rózsa. Rózsa. Szubróza történik a gyónás a katolikus templomba. Ezt ne felejtsük el. Tehát ott van minden gyóntatószékön a rózsa jele. Szubróza. Lilium. Na, itt kell figyelni. Lilium és tulipán. Amikor azok a könnyedkező, ilyen újuk volt a középkori, úgynevezett palota művésznek is, mint nekem. Tehát ilyen kis vékony. Ezek liliumokat rajzoltak, ugye ez a Mária virága. Tehát a Mária a tisztaság, Mária a tele erénnyel, és Mária a jóság. És ezt a lilium jelképezi. És amikor a 17.-18. századra kialakul a magyar paraszti fazekasság, az a magyar drága jó paraszt fazekas, akinek nagyon soknak ismerjük a nevét, olyan újjal volt, mint nekem egy, neki, mint nekem kettő. Mert nyáron nehéz munkát végzött, aratott, meg dolgozott, hogy mögé jön, dolgozott, és vastag újja volt. Hát az hogy tudott volna csinálni liliumot? És akkor meg vastagodott a lilium. Azt hirtelen előgyütt a tulipám. És akkor ettől kezdve, ugye, én így állok hozzá, mindenkit nagyon szeretek, becsülök, aki a tulipánt szereti, jó van, úgy legyen, de azért mégiscsak török virág a tulipán. És ugye nagyon fontos ennek a liliumnak a fehérsége, a szűziessége, a csodája. A gránátalmát ugye mondtam már a 613 kis magjával. A hóvirág az egy csoda kis növény, ő vigasztalta a tett után Ádámot és Évát. Évát és Ádámot. A ciklámen Mária vérző szíve. Hányszor kapunk ciklámet névnapunkra? Csak keresztény embernek van névnapja, ezt meg kell, hogy mondjam. Mirtusz. Ugye ott van a mirtusz a koszorún, amikor elvesszük a férfiakat. Mert gondolom azt nem úgy gondolták, hogy ők vesznek el bennünket. Mirtusz a zsidók szerint maga a csillag, az Eszter. És ugye ez a tiszta szerelem jelképe. Ugye ez van belekötve a luláv ágba. Kamilla, mennyire fontos? Mária lelki gyógyító ereje. Tehát hiszünk benne, ugye? Mindenki tartja otthon a kamillát. Lehet, hogy nem használ, de úgy állunk hozzá, hogy kamillát iszunk, és jobban leszünk. És jobban leszünk. Ennyi. Mert megvan már a kapcsolat az imágó mundival, az éggel és a földdel, és segít. Hát a kardvirág az egy gyönyörűség. A kardvirág a középkorba a fiút hozó fű. És a karvirágot a középkori nők, a reneszánsz asszonyok bededugták ide a korcukba, és várták a fiú gyereköt.
és a napraforgó. Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban. Ugye mennyire ismerjük ezeket a népdalokat. Az Isten felé forduló lélek. Fontos még a rozmaring, ez az emlékezés jele, mert tartós az illata, mint a rozmaring. A falusi esküvőkön még most is ott van az alma, mindenkinek a kezébe beledugva egy rozmaringához, szimatolja erősen, hogy tartós legyen az az Fridjof jövő évre, ne kelljen elmenni tanúnak. Tehát megjelenik, most már haladéktalanul befejezem, megjelenik a hármas, mint életfa hímzésökön, falakat díszítve, használati értékkel bíró tárgyakon is, és az életfa felé mögy egy madár. Erre tessenek nagyon ügyelni. Az életfa tövibe ered a forrás vize, amiből, hogyha inna az a madár, tehát ez egy jelkép a madár, ugye? Ha inna a madár, hosszú életű lenne a földön. Ha tudna szakítani egy levelet, hosszú életű lenne a földön, halhatatlan lenne. Tehát a madár arra igyekszik az életfa felé. Most a tányérokon akkor igazi az ábrázolás, akkor tökéletes, ha annak a madárnak a csőriben nincs semmi, ha az életfa felé tart. Elvégre még nem szőrzött róla. De ha szőrzött, akkor menekülni kezd, és másik irányba fordul, és visszafordítja a csőrit, és a hügyös csőr az egyébként is fontos, mert elpusztítja a földön vele a sátán teremtményeit, de akkor már rajzolhatjuk a csőribe az ágat, a levelet, mert már halhatatlan, és ezt kell látnunk nekünk otthon, hogyha úgy élünk, hogy betartjuk ezeket a fantasztikus jeleket, amiket kaptunk a számokba és a hét szabad művészetbe, ami remélem a legkövetkező konferenciának lesz a témája, úgy legyen, akkor megértjük, hogy borzasztóan fontosak ezek a jelek, amit látunk, amit mindannyian tudunk, és örüljünk neki még a világ, és még három nap.